A művészet minden olyan tevékenység, ami a boldogságot és az örömöt fogja nekünk meghozni. Ez akár lehet egy otthoni horgolás, hímzés, sálnak a megkötése. Megtartották a spirituális kör 61. előadását a Városi Könyvtárban. Ezúttal a művészet és az önismeret kapcsolatáról hallhatott a közönség. Berki Nóra önfejlesztő tréner szerint az emberek keresik azokat a módszereket, melyeket könnyen tudnak alkalmazni a problémáik megoldására, a művészet pedig sokat segíthet. Ez nem is feltétlenül művészet terápia, csak különböző művészeti módszereken keresztül való önismereti folyamat, és hát pontosan így kell elképzelni. Van egy aktív és egy passzív része is, vagy képeket nézünk, vagy képeket alkotunk, ugyanígy a zenével is, és bármilyen más módszerrel. Érzetfigyelés, minden olyan, amit fölhoz egy képnek a megalkotása, és az arról való beszélgetés utána, ez mind az önismerethez segít hozzá minket. A hallgatóság tagjai közül többen már korábban is felismerték a művészet és a gyógyulás kapcsolatát. Volt, aki azáltal érezte jobban magát, hogy versekbe foglalta az érzéseit. Nincs, aki tudna velem foglalkozni, tudna meghallgatni a sok problémát, a sok küzdelmes életben, ami akadályt át kell az embernek küzdeni a magát. Senkinek nem... Mindenkinek teher a másiknak a gondja, problémája, és így, ha az ember leírja, a füzetnek írom le, de teljesen megkönnyebbülök, és teljesen, amikor visszaolvasom a verset, akkor még boldog is vagyok, és tudok örülni neki. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. A spirituális kör következő programján Palotai Zoltán az energiatörvényekről ad elő február 21-én.